Szeretes asszony éppen már az autóból telefonált, azt mondta, hogy ne várjunk de. Tardona. Jó, és akkor remélem, hogy Májnitából is vagyunk. Jó, lehet, hogy közben meg is érkezett ki szeretes asszony. Atyánk, jó látni azt, amit elkészítettél a számunkra. Jó látni azt, hogy kegyelmednek ideje még tart, és napról napra te újat készítesz nekünk. Jó látni azt, hogy megmozgattad az embereket, a gyülekezeteket, és hogy a te tervedet véghez vitted. Az utolsó estén vagyunk itt, melynek a lezárás is a lényege. Ezért arra kérünk, add azt, hogy ezt az egész evangelizációs sorozatot, ezt vélet tudjuk most lezárni. És te jöjj, így velünk a mai napon. Amen. Tiszteletes asszony, nagyon vágyott az igei meglepetésre is. Nem tudom, ismerős lesz-e az ige vagy sem. Nem leszek hosszú, de arra kérem a gyülekezetet, hogy aki ott volt Nekézsenyben csütörtökön, az nagyon jól tudja, hogy az volt a kérésem. Lehet válaszolni, lehet kezeket felnyújtani. Hát ma is arra bátorítok mindenkit, hogy kapcsolódjon be az Isten tiszteletbe, és hogyha arról van szó, akkor emeljük meg a kezünket, vagy hogyha arról van szó, akkor válaszoljunk nyugodtan. És még mielőtt elkezdjük az egészet, az lenne az első kérésem, hogy azt tegye fel a kezét, aki ott volt csütörtökön Nekézsenyben. Nagyon jó. Emlékszik-e valaki arra az igére, amit a csapatnak igehirdetés után a szívére helyeztek? Annyit segítek, hogy az Ézsaiás könyvéből volt. Az az ige így szólt, ne félj, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Így azért azt hiszem, hogy már mindenkinek ismerős, fölteheti a kezét nyugodtan az, aki ismerte. Ugye? Elég sok kéz. Nem hiába mondtam ezt az igét, mert amikor az ember változáson megy keresztül, akkor szüksége van egy bizonyosságra. És a lezárásként én szintén az Ézsaiás könyvéből egy olyan igét hoztam emellé, ami ugyancsak az isteni biztonságról és lezárásról szól. Ez az ige úgy szól Ézsaiás könyvének a 49. fejezetében, a 16. verséből, íme a tenyerembe éstelek, szüntelen előttem vannak a te halaid. És akkor kérdés, hogy van-e, aki ismerte ezt az igét? Ezt már ugye kevesebben. Na hát akkor nézzük meg ezt az igét a legelejétől, ahhoz értessük. Hadd kérdezzem meg azt, hogy volt-e már közülük valaki, aki nagyon, de nagyon megégette a tenyerét, azt a felületet, amivel fog. Ugye van, akinek ott is van a nyoma, nem egy könnyű érzés, igaz? Miért mondom? Talán ez van ahhoz a legközelebb, amikor valakinek valamit a tenyerébe vésnek.
Most nagyon szívesen megkérdezem azt, hogy van-e arról fogalmunk, hogy milyen az, amikor valakinek a tenyerébe, a húsába vésnek valamit. Mivel jár az? Fájdalommal, nagyon jó. Óriási fájdalommal. És nem olvastunk olyat az igében, hogy érzéstelenítő lett volna benne. Ez a metsző fájdalom, amikor egy kés keresztül halad az embernek a tenyerén. Ugye elég csak egy rossz mozdulat. Aztán lehet, hogy a vége az, hogy lehet menni röngelre, hogy meddig hatol. No, és tudja-e azt valaki, hogy miért fáj annyira, hogyha az ember a tenyerét égeti meg, vagy azzal történik valami? Pontok? Idegen. Ha valaki megnézi a tenyeret, az enyém nem ülenik eléggé, akkor itt is megér, itt is megér, itt is megér, itt idegek, 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 idegek védik. Ugye? Ezért fáj annyira. És tegyük hozzá, hogyha valakinek a tenyerébe vésnek valamit, az nem elég, hogy fáj, de maradandó károsodást okoz. És hogy miért veszélyes az embernek a tenyerébe vésni valamit? Azért, mert azok az elektronik itt futnak. Abban van olyan, ami belőle. Elég csak egyet elvágni, és vége a történet. És mit mond az igen? Mit mond az Úristen? Tenyerembe véstem a nevedet. Ilyen komolyan teszem azt, hogy te a héten én mellettem. Fájdalommal jár, veszélyes, maradandó, és akinek már volt műtve a keze, az nagyon jól tudja, hogy az a hegegy életre megmarad, de ott marad. És miért jó hasonlat az, hogy valakinek a tenyerébe vésik a nevét? Aki már elindult a hit után, az nagyon jól tudja, hogy volt egy olyan veszélyes tett a történelemben, amikor át is szakították. Nem itt, hanem az ábrázolások szerint itt. Ugye, amikor Krisztust keresztre szegezték. És milyen érdekes, hogy egyes tudósok azt mondják, hogy a rómaiak a tenyerénél fogva szögezték fel az ember. Mert mindegy volt, hogy itt szakad él, vagy itt szakad él. És amikor azt olvassa az ember, hogy tenyeremben véstem a te nevedet, akkor abban bizony benne van ezzel a képpel élve, Krisztus megfeszítése is, hogy úgy véste Isten a tenyerébe a mi nevünket, és azt az árat fizette meg értünk. És maradandó. Ugyanúgy, mintha az élet könyvébe felírna, az is maradandó. És ezek után hagyd legyen egy kérdésem. Bevállalná-e bárki azt, hogy valaki másnak a nevét a tenyerébe vésse? Ugye? Most már nem jelentkezik senki. Nem tudom, kinek van tetoválása, meg tudja mondani, hogy két dolog van, ami nagyon rossz vele. Egyszer, amikor égetik, egyszer, amikor megpróbálják eltávolítani. Az eltávolítások fele az megáll, mert annyira fájdalmas. Az égetések fele is. Azt még elvigyő is el. De azt, hogy valakinek a tenyerébe vésenek valamit, egy nevet, nem senki sem van. Pedig Isten bevállalja, értünk. És menjünk tovább, hogyha már bizonyosságról van szó. Hát ha maradandóan ott van a neved Isten tenyerén, és az élet könyvében, akkor biztos, hogy folytonosságra vágysz. Azt mondja az ige másik része, hogy szüntelen előtte vannak. Van valakinek fogalma arról, hogy miért pont a fal szó szerepel? Akkor úgy kérdezem, hogy meg tudja elmondani valaki azt, hogy a falnak a Biblia idejében mi volt a szerepe? Védelem. Hogy megvédje azt, aki azon a falon belül lakik. Ugye házat se hiába építünk, hanem azért, hogy ne fagyjunk meg, megvédjen minket. Szüntelenül előtte vannak a falak. Szüntelenül őrizlek, szüntelenül nézem azt, ami a védő rendszered,
Az immunrendszertől kezdve minden. Ezt mondja az Úristen. És akkor nézzük azt a szót, hogy szüntelen. Azt mondta tegnap Tardonán tiszteletes asszony, hogy Jézus minden percben közben jár értünk mindenkiért, és a mi agyunk fel sem tudja fogni. Szüntelenül. Hogy is állunk mi a szüntelen dolgokkal? Mi az, amiből az embernek a legkevesebb van karácsony előtt? Ideje. Így igaz. Tessék belegondolni, feljött hozzám a középső gyerek délben. Ki kellene tölteni valamit? És ki kellene nyomtatni? Hát mondom, megnyitod a programot, nyomtatásikon csak megnyitották iskolába. Az részletkérdés különben, hogy 8 osztályra. Nem? De én veled akarom kitölteni. És végignézed, látta, hogy ezért fogja az agyam, és az volt az első szó, hogy ráér majd este is. Ennyi ideje van az embernek karácsony előtt. És mit mond az ige? Szüntelenül. Volt-e már olyan kedves testvérem, hogy valakiért szüntelenül imádkoztál? Akár csak egy időszakon keresztül is. Felírtam. Mágnesen rá a hűtőre. Minden nap, reggel, délben, este. Vagy volt-e olyan, hogy azt mondtad, hogy egy fél napig semmi, és csak az Úristen. De szüntelenül, szünet nélkül. Könnyű volt végigcsinálni? Nem. És azt olvassuk, hogy Istennek ellenére. Szüntelenül, szemmel tart bennünket. Ez miért olyan fontos? Az emberek nagy része, ha megváltozik, a Úrnak ajánlja az életét, megreked az első lépésnél. Felajánlotta az életét az Úristennek, rájön, hogy meghalt érte Krisztus, mit kezdjen az életével. És elindul a megbetűs vénet, és idő, hogy vajon tényleg működik-e? Vajon tényleg működik-e? Vajon tényleg üdvösségem van-e? Mert ugye az első, aki jön a háttérből, az a sátán lesz, aki azt fogja mondani, hogy ne vajon tényleg? Ami elengedjén titeket úgy, megtörtént valami, de nincs bizonyosságot. Elampadás. Egyenki mértek. És ezt mi, akik végig szerveztük ezt, és ígéretet tettünk az Úrnak arra, hogy ezt végig csinált, nem te. Ezért lett hát a mai nap igéje az, hogy megadja az ő bizonyosságot akkor is, amikor jön hátulról a sátán, amikor kételkedhet, hogy ott legyen az, be van vésve neved Isten tenyerébe, be van vésve a neved az életnek könyvébe, a Krisztus mellett döntöttél. És hogy bármi is jöjjön, ott vagy folyamatosan. Mennyei édesatyánk, hálásak vagyunk neked, hogy nem csak a megtérésnek kiél szólhatott a héten, hanem bizonyosságot is adtál a számunkra. Nagy szükségünk van erre, hiszen amikor melletted döntünk, akkor jön a kísértő és megpróbál bennünket. És ha nem tudunk benned biztosak lenni, gyorsan semmivé lesz, amit tűnünk. Urunk, mi köszönjük azt az áldozatot, amit fiaddal értünk hoztál. Köszönjük azt, hogy nem csak megmutattad ezt nekünk, hanem biztossá is teszel bennünket abban, ha mellette döntöttünk, jól tettük azt. Növeld hát bennünk a bizonyosságot, hogy ne csak egy háromnapos csoda legyen az, amit átéltünk a héten, hanem ott legyen életünk minden napján, és kitartsunk minden percben, hogy a mi hitünk állhatatosságot szüljön. Jézus Krisztusért, te fiadért kérünk erre, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg neked, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket
Add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd a hatalom, az ország, a tanú és a dicsőség. Hát úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életbe legyen. Még mielőtt tovább lépnénk, látom rajta, hogy két lelkipásztor van jelen, három, bocsánat. Egyetlen egy kérés lenne. De mindegyik közök egy olyan élményt mondani, ami megragadta a hétből. És kezdjük a legelején hátulról haladva, hogy aki az elsőbség tartana. Nehéz dió, tudom. Nekem mindenképpen az, hogy ahogyan indultak a